egy szakmai nap keretében kapott hasznos, aktuális információkat mintegy 150 gazdász Kocsordon. A folyamatosan változó kihívásokkal teli világban fontos, hogy megfelelő tájékoztatást kapjanak a támogatásokról, finanszírozási lehetőségekről, a tápanyag utánpótlásról, de akár a növényvédőszerekről is, hiszen a megemelkedett termelési költségekkel is számolni kell. Az elmúlt évben ez jelentette az egyik legnagyobb kihívást a gazdálkodóknak. Ami legszembetűnőbb, az nagyon hirtelen árváltozások. Míg került ősszel 400 000 forintba egy tonna műtrágya, jelenleg 220 000 forint körül van, és nagyon sok termelő bevásárolt már a drága inputanyagokból, és ugye az árak pedig lejjebb estek. Ez is érzékelteti, hogy 130 000 forint volt tonnája a kukoricának ősszel, ami jelenleg egy 85 000–90 000 forint, és ugye a magas bekerülés értékű műtrágyával ez az értékesítési ár már inkább a negatív irányba fordítja, és már csak a támogatási rendszerben bízhat, hogy pozitívvá váljon a gazdálkodása. A konferencián 7 előadást hallgathattak meg az érdeklődők felkészült szakemberektől. Az átfogó program a termeléstől a támogatásig mindenen végigvezette a jelenlévőket, hiszen egy jól működő vállalkozásnak komplexen kell átlátni a működését. Nem csak a lehetőségeket, a felmerülő nehézségek kezelését is. Ilyen volt például tavaly az időjárás. A vízbázisra probléma van. Korlátozottak a lehetőségek, illetve a rendelkezésre álló vízkészlet. Mindenféleképpen ugye a pályázatoknál, vagy pontosabban a pályázatoknál ugye itt figyelembe kell venni, hogy addig, amíg nyitva áll ez a lehetőség, és amíg a vízjogi engedélyt tudnak biztosítani, ennek az egyik szűk keresztmetszete ez. A másik probléma az gyakorlatilag az új támogatási rendszerhez való csatlakozásunk. Az idén induló új támogatási rendszer pedig jóval nagyobb felkészültséget igényel a gazdálkodók részéről. Minden gazdálkodás egyedi, és az egyedi feltételeket a gazdálkodó választja, dönti el, hogy ő hogyan kívánja folytatni az elkövetkezendő években majd a gazdálkodását, gazdaságát. Úgyhogy azt tudnám ezzel kapcsolatosan mondani, hogy nem egy vállalhatatlan, nem egy teljesíthetetlen átalakulásról van szó, viszont ez egy megújuló ösztönzési forma a gazdálkodók részére. Az árak tekintetében, és hát a támogatási összegek tekintetében lényegbeli különbség, aki az alaptámogatást fogja választani, nem lesz, viszont a pluszvállalásokért cserében magasabb támogatási összeget fog tudni elérni a gazdálkodása, ami szerintem a jelen helyzetben igencsak fontos. Ez pedig akár vállalatirányítási programokra vagy gépparkfejlesztésre is fordíthatja a gazdálkodó. Ezek árai jelentősen megnőttek az elmúlt 5 évben. Azonban a konferencián elhangzott, a vállalkozás fejlődésének egyik kulcsa a folyamatos innováció.